Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 26-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunk kínálatában könyvbemutató, képzőművészeti kiállítások, illetve egy koncert szerepel. Tartsanak velünk! Folytatódott a Vörösmarty Könyvtár könyvbemutató sorozata. Csütörtökön négy szerző könyvét ismerhették meg az olvasók a könyvtár olvasó termében. Bankó Erdősi Viktória Elég az hozzá című kötete 2020 őszén került a könyvespolcokra. A nosztalgiával átitatott családregény a jelenben indul, de átfogó képet fest az 50-es és 80-as évek mindennapjairól is. Felelősség és nagyon szeretetteljes dolog szerintem olyan karaktereket megmutatni, akikben, ahogy mindannyiunkban a jó és a rossz egyszerre megmutatkozik, és mindezt próbáltam olyan finoman megmutatni ebben a könyvben, hogy az olvasó valamennyi szereplőt magához közel érezze, és együtt szurkoljunk nekik. Én is megvívtam a magam csatáját azzal, hogy mi az, amit kimerek mondani, és mi az, amit nem, de végül megpróbáltam olyan módon megtenni azt, hogy a legnagyobb titkok is valahogy kitudódjanak, hogy azzal ne sérüljön senki. A Katona Csaba által jegyzett A falon a csillag és kereszt 14 fejezeten keresztül 31 év történéseit mutatja be egy zsidó és egy keresztény család szemszögéből. A gondolatnak az alapját sajnos egy családi vonatkozás adta. A két családnak a történetéből az egyik teljesen hiteles, ugyanis a nagybátyám élettörténetét mutatja be, aki hát repülős volt, és hát 1975-ben a beiruti repülőszerencsétlenség áldozata volt. Ő volt a fedélzeti mérnök azon a gépen. Neki is emléket szerettem volna állítani ezzel a könyvvel, illetve hát mindazoknak az áldozatoknak, akik az elmúlt évszázadban, a 20. században rettentően sokat szenvedtek. Nem igazából a vallásra igyekeztem kihegyezni a mondandót, hanem sokkal inkább arra, hogy a vallás ellenére az embereknek mélyről jövő érzéseik vannak egymás iránt, amit bizonyos ideológiák igyekeznek eltávolítani egymástól, tehát az emberek érzéseit. És mindezt szerettem volna bemutatni, hogy hát ez azért mégse így van talán. Túl sokat álmodtam címmel Fülöp Valentina 2022-es művét is megismerhette a közönség. A történetben Zsigmondot követhetjük végig, miközben a látszólag átlagosnak tűnő élete a felesége eltűnése, valamint egy betegség miatt teljesen felfordul. Egy átlagos család életéből indul el és rugaszkodik a történet, de valójában egyáltalán nem átlagos, és pont erről szól a könyv, hogy hogyan lehet egy örvényszerűen bennünket lehúzó élethelyzetből olyan módon kikászálódni, hogy ne sérüljenek az emberi kapcsolatok. Én a magánéletben vagy a civil életben ügyvédként dolgozom, és ez az egyik olyan ügyem volt, ami nagyon mélyen megrázó és meghatározó volt, és azt gondoltam, hogy másoknak is tud olyan kapaszkodót, olyan kiutat és lehetőséget és érzelmeket megmutatni, ami indokolja, hogy irodalmi stílusban regényként megjelenjen. Cucai Szűcs Andrea Késleltető járat című thrillere egy baráti társaság bonyolult kalandjait követi nyomon, középpontban egy gyilkossággal. Sose álmodom meg úgy konkrétan, hogy mit szeretnék írni, tehát hogy így ez mind magamból jön. Tehát van egy kis könyvtáram bent a fejembe, és akkor ahol úgy összegyűlik, ebből formázok ki éppen valamit. A késleltető járat az konkrétan egy ifjúsági regénynek készült, tehát ugye annak szerettem volna, és ebből lett éppenséggel egy ilyen, tehát ilyen fantázián alapuló valamilyen ilyen kis történet, úgyhogy igazából én ezt mindig akkor, amikor írom, akkor születik meg, tehát én nem gondolom ki előre, hogy én mit szeretnék írni, hanem ez akkor, amikor ott már írom. Volt egy-két álmatlan éjszaka, igen, azért, mert én például nagyon, amikor, tehát ebben a kategóriában, amikor én írtam, én nem szerettem volna ilyen nagyon durva befejezést neki tenni, amit éppen most megszületett. És amikor én ezt megírtam és beadtam a kiadónak, én két napig nem aludtam, mert azt mondtam, hogy én ezt átírom. Tehát, hogy így
gondolok arra, hogy én nem nagyon szeretek ilyen nem happy end-del végzőt írni, de viszont ez most egy kicsit úgy másra sikerült. De megnyugtatott az, hogy utána nekem jött egy gondolat, hogy én ebből folytatást fogok csinálni, és így megszületett a folytatásnak az ötlete, és akkor így megnyugodtam, és akkor itt lezártam, és mondtam, hogy akkor ez így lesz tökéletes. Az esten a beszélgetés moderátora, a Könyvépítők Irodalmi Podcast műsorvezetője Fehér Gábor volt. Kivételes bibliai tárgyú kerámiákat tekinthettek meg a művészetbarátok a Szent Korona Galériában. M. Kis Katalin kiállításán a Szentírás üzeneteit hordozó alkotásait mutatták be. A Szent Korona Galéria adott otthont M. Kis Katalin aranydiplomás kerámia tervező művész Ne féljetek című kiállításának. A tárlat köszöntőjében Spányi Antal megyéspüspök kiemelte, olyan alkotót láthatnak vendégül Székesfehérváron, akiről tudjuk, hogy a vallás és a hit áll művészete középpontjában. Azt hiszem, hogy a hívő embernek komolyan kell törekedni arra, hogy a hitéből éljen, és aki a hitből tud élni, az nem fél. Az a mondat, a Bibliának ez az idézete, ne féljetek, amióta II. János Pál pápát megválasztották, Karol Wojtylát pápának, azóta az emberek hívek szívében, lelkében ez a mondatot visszhangzik. Sok erőt adott, sok keresztény embernek ez a mondat. Valóban nem félnünk kell, hanem Krisztusról tanúságot tenni. Mai világban, amikor annyi szörnyűséggel találkozunk, a szomszédunkban, Ukrajnában találkozunk a Covid-nak a szörnyűségeivel, látjuk a keresztények üldözését, amely a világon oly sok felé jelen van, fontos nekünk ez az üzenet, ne féljetek. Amikor ezt a kiállítást megnézzük, és látjuk részben Isten alkotását, a leveleket, a természetnek a bemutatását, látjuk ezeken a leveleken sokszor Isten szavát, Isten üzenetét, amely tanúságot tesz erről, és látjuk azt az embert mögötte, aki képes a maga hitéről a világban tanúságot tenni, mind-mind azt mondja, ne féljetek. Én nagyon remélem, hogy ez a kiállítás is hozzá segít bennünket ahhoz, hogy bátran legyünk hitvalló keresztények, és a magunk hitvallásával segítsük a mesterségesen szétszakított emberi kapcsolatokat újra egyesíteni, méghozzá a hitben és a szeretetben egyesíteni. A kiállításon bevezetőt mondott a világhírű korondi keramikus család művészettörténész keramikus tagja Józsa Judit is, aki kiemelte azt a küldetéstudatot és eszközrendszert, ami kivételessé teszi M. Kis Katalin misszióját. Különösen fontos ebben az időszakban, amikor még véget sem ért a pandémia, a koronavírus okozta világjárvány, és már is a szomszédunkban, Magyarország szomszédságában kitört az ukrán-orosz háború. Föl se tudtunk ócsúdni, fel se tudtuk dolgozni még a pandémia okozta veszteségeket, közülünk eltávozott barátainkat nem tudtuk meggyászolni, családtagjainkat. Tehát egy olyan pillanatban rendezi meg a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási Központ és Művelődési Ház ezt a tárlatot, aminek az a címe, hogy ne féljetek, ami a legidőszerűbb. És akkor rendezi meg, amikor húsvétra készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére. Azt hiszem, hogy minden keresztény magyar embernek látni kéne ezt a tárlatot, hogy megerősödjön, hogy érezze azt az isteni szeretetet és azt az igét, amit M. Kis Katalin ezeken a csodálatos természetes faleveleket megelevenítő lapokon, mint egy hordozókon ír a bibliai szavakkal. M. Kis Katalin indítatásként Isten önfeláldozó szerepét emelte ki, ami hozzásegítette a felismeréshez, hogy munkáiban megfogalmazza azt a mindenséget, amelyet Jézus hirdetett. A tárla címe, hogy ne féljetek, számomra is nagyon aktuálissá vált most, hiszen a legutolsó munkám is pontosan erre utal, hogy most olyan időket élünk, hogy háborúk, járványok veszélyeztetik a mindennapi életünket, és a legutolsó munkám is éppen ezzel kapcsolatban készült, és ezért gondoltam, hogy ezt a címet adom az egész kiállításnak. Noha ez a 30 éves hitben fogant munkáimnak a
az összegyűjtött csokra, aminek én is nagyon hálás vagyok, hogy ez itt létrejöhetett, mert egy áttekintést ad arról, hogy miután 55 éve vagyok a pályán, hogy a hídben fogant munkáim mégis milyen kiállítást nyújtanak. Nagyon fontos kérdés, amit mondott a hitről. A hit inspirál, megerősít? Hogyne, teljes mértékben, hiszen az embernek megtérése során megváltozik a gondolkozása, megváltozik az értékrendje, és egész más dolgok lesznek fontosak számára, és azokat a megéléseket és felfedezéseket, amiket az Istennel kapcsolatban az ember megtapasztal, azokat szeretné továbbadni. Főleg egy művészember számára meg fontos, hogy a művészet nyelvén is továbbadhassa az örömhírt, az evangéliumot, az Úr Jézusról szóló csodálatos történetet. A tárlaton lehetőség nyílt személyes tárlatvezetésre, illetve vásárlási lehetőséget kínáltak, kerámiák megvásárlására is. M. Kis Katalina befolyt összeget az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a kárpátaljai menekültek számára ajánlotta fel. Katartikus élménnyel gazdagodhattak a klasszikus zene kedvelői a Ciszterci templomban, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar húsvéti koncertjén Haydn és Pergolesi művei csendültek fel. Húsvét alkalmából különleges hangversenyre invitálta a klasszikus zene barátait az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az ünnepi alkalomra Joseph Haydn és Giovanni Battista Pergolesi remek műveit szólaltatták meg Dobszai Péter dirigálásával, de előtte gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt legendás karnagyra, Horányi Otiliára. A mezzoszoprán szólistákkal és a Primavera kórussal kiegészült szimfonikus koncertet a Ciszterci templomban hallgathatta meg a közönség. Izgalmas feladat mind a kettő vezénylési szempontból. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy abban az értelemben nincsen különbség, hogy most is ugyanúgy azt keressük, hogy hogyan tudjuk a zenei gesztusokat drámai szövegként lefordítani. Hogyan tudjuk úgy játszani, hogy szinte eltűnjünk a hallgatóság elől, és ők csak azokkal a személyekkel találkozzanak, akikről a zenék szólnak. Jelen esetben Jézus Krisztusnak a történelmi személyével és Szűz Máriának a történelmi személyével. Az, hogy milyen stílusban ezt, milyen eszközökkel érjük el, azok folyamatosan változnak, de Haydn és Pergolesi párosításában nagyon intenzíven megtaláltuk a húsvétnak ezt a nehézséget, gyötrelmét és végül dicsőséges feloldását. Csapatról beszéltél, de mit jelent ez a karmesternek? Szabad Máter mindig ünne, függetlenül attól, hogy Jézushoz kötődik, és egy olyan eseményhez, amit igazából nem kedvelünk. A karmester feladata most ebben az esetben nagyon egyértelműen minden hagyományoson túl annak a megtalálása, hogy az előadó partnereimből, mivel én valódi zenei hangot nem adok ki a koncerten, az előadói partnereimből hogyan tudom azt az átlényegültséget ő bennük megindítani, ami ehhez szükséges. Hogyan tudnak ők abba a lelki állapotba kerülni, hogy valódi közvetítőként ne
egyfajta még oly szép, de kulturális feladatként hajtsák végre a hangoknak a megszólaltatását, hanem végtelenül belülről, nagyon őszintén és teljes átéltségében annak, amit a szűzanya a keresztövében érezhetett, vagy amit Jézus Krisztus a keresztre feszítése előtt és közben érezhetett. Segít a hely méltósága, illetve az a gondoskodó tisztelet, amellyel húsvét felé közelítünk? Mindenféleképpen. Egy szép templomtér inspirálja az embert ezek felé, a gondolatok felé. Katolikus templomban vagyunk, a Ciszterci templomban, és a katolikus egyháznak a gondolkodása erről a kérdésről teljesen egységes, hogy azoknak a képzőművészeti alkotásoknak, amikkel a falon találkozunk, azoknak pontosan az a szerepe, mint a zenének is, hogy nem önmagukért vannak, hanem igyekeznek a templomba betérőt közelebb vinni az Istenhez. A 18. század két nagy komponistájának műveiből összeállított műsor, amely stílszerűen a húsvét méltóságából adódóan is a Stabat Mater címet viselte, a karmester számára is nagy kihívás. Együtt a megígért hazába, halálba, a parancsot. Az est különlegességekkel is szolgált, a zeneművek között Pilinszky János versei is megszólaltak, mint egy megerősítést adva mindenkinek a keresztút beteljesedéséhez. Azaz Maroshegyi Tóth István 1922. április 19-én született és 2006. május 4-én hunyt el. Az alkotó jelentős szerepet töltött be Székesfehérvár és hazánk képzőművészeti életében. Az emlékév keretében a Pelikán galériában tisztelegtek a művész születésének 100. évfordulóján. Az M. Tóth István emlékév keretében a Székesfehérvári Művészek Társasága és a Szent István Király Múzeum a Pelikán galériába emlékkiállításra invitálta a képzőművészet barátait az alkotó születésének 100. évfordulója alkalmából. M. Tóth István Pista bácsi, azt hiszem, egy legenda itt Székesfehérváron, legenda volt már életében, én gyerekkoromból emlékszem rá. Az én édesanyám és ő együtt tanítottak a Petőfi Általános Iskolában. Az édesanyám irodalmat, és Pista bácsi természetesen rajzot és művészet töltetett, és sokszor voltunk mi is náluk, voltak ők is nálunk vendégségben, és hát fantasztikus képeket hagyott ránk. Ő egy legendás alakja volt Székesfehérvárnak, de mintha ma is velünk lenne a képeink keresztül. M. Tóth István festőművészként, grafikus művészként és tanárként is megkerülhetetlen alakja a székesfehérvári művészeteknek. Festményei és köztéri alkotásai számos helyszínen megtalálhatóak, és művei eljutottak többek között Finnországba, Japánba és Kanadába is. Művészeti tevékenységének elismeréséül 1979-ben Székesfehérvárért emlékérmet, 1982-ben Székely Bertalan díjat, 1997-ben pedig Fejér megye díszpolgára címet adományoztak számára. Ebben a kicsi kiállítóteremben
igazából minden korszakát nem tudjuk bemutatni. Összesen 42 művet állítottunk ki. Az a szerencse, hogy egyrészt a hagyatékban, másrészt a Szent István Király Múzeumban vannak a legkorábbi művek, ez ugye az 1950-es évekből, ezt helyeztük el egy teremben. Aztán a következő teremben pedig azokat a képeket találhatják a kedves látogatók, ami Székesfehérvár történelmi múltjával és Pista bácsinak a városhoz való kötődéséről a tanú bizonyságot. Tehát itt vannak azok a freskó töredékekről, freskókról készült sajátos technikájú alkotások, és azok a úgymond karcolt olajképek, farostra festett olajképek, amik mind Fehérvár történelmi múltjához és az alkotó ehhez való viszonyához kapcsolódnak. De a harmadik terem nagyon izgalmas. Bakonyi István küldött egy olyan írást, ami arról szól, hogy minden művészben benne van az absztrakcióra való hajlam. Ezt az oldalát kevéssé ismerjük M. Tóth Istvánnak, hogy ő is festett absztrakt képeket. Ezek nagyon gyakran szinte zenei ihletésűek. Azt mondta, hogy annyi mindent megrajzolt már, annyi mindenkit lerajzolt már, hogy most már fontos számára ez az utolsó korszakban szinte a saját gondolatainak absztrakt formában való megjelenése, és ez ebben a teremben szinte különleges. Ugyanakkor máshova nem tudtuk elhelyezni, azért tettünk ki csendéleteket, és egy nagyon kedves Tibai Tibortól származó képet, ami Pista bácsinak szintén egy nagyon fontos, egész életében fontos gondolata volt, a fiatalok és a gyerekek iránti elkötelezettségéről szól. Nagyon sok minden maradt ki. Kimaradtak a velencei tavi képek, azt gondolom, hogy az szinte egy önálló kiállítást megér. Ott a nádasokról annyi mindent tudott Pista bácsi. Azt mondta, hogy Balatonról ő Egri után nem akar képeket festeni, de talán a velencei tavi nádasok, a velencei tavi csónakok az ő életművében egy egész ciklust foglalnak el. És nagyon kevés a kiállításban a portré. Nagyon fontos kérdés, a hova tartozása. Ő örökre székesfehérvári volt és maradt, hiszen pedagógusként is nagyon sokat tett azért, hogy a képzőművészet olyan szintre emelkedhessen, mint ahogy most megtapasztaljuk. Így van, a tanításáról emlékek szólnak, hiszen ennek a kiállításnak van egy sajátossága, megszólítottuk Fehérvár lakosságát, hogy együtt emlékezzünk a pedagógusra, a művészre, és nagyon sok írás érkezett. Ezekből az írásokból a java részét kiraktuk a képek mellé, amik erről tanúskodnak, hogy milyen szeretettel vezette be a művészeket, a későbbi művészeket, Fehér Lacit, König Róbertet, König Frigyest, mondhatnánk a művészet világába. Ugye Fehér László a korábbi könyvben írta, hogy alpinisták lesztek címmel. Nem hétvégi kirándulóknak kell lenni a művészet világában, és ez számára egy életre meghatározó gondolat volt. De ugyanígy a többi alkotó, aki azt mondta, hogy Pista bácsi, ha köd volt a Budai úton, akkor azt mondta a tanítványainak, hogy menjünk ki az erkélyre, és vegyétek át, hogy milyen egy ködös kép, hogy tudtok ebből világot teremteni. Egy másik emlékező azt írta, hogy a rajzóráin soha nem lehetett radírt használni, mert azt mondta, hogy mindenki tud rajzolni, nincs elrontott kép, hiszen az belülről jön. Tehát nagyon sok ilyen szösszenetet és gondolatot kaptunk ezekből a visszaemlékezésekből, amit itt szinte folyamatosan lehet olvasni a képek közt. Fontos kérdés, bár már részben választottál rá, de én azt gondolom, hogy a Székesfehérvári Művészek Társaságának alapításában is rendkívül tevékenyen és hatékonyan vett részt. Hogyne így van. 1991-ben, amikor még a úgynevezett 60-as évek, 70-es évek nagy generációjából sokan életben voltak, Pista bácsi rendkívül aktív, a kedves személyiségével, a fiatalok iránti elkötelezettségével nagyon aktívan vett részt. Ezért is van ez a kiállítás most ebben a teremben, hiszen a Székesfehérvári Művészek Társaságának ő örökös tagja. Így hívjuk azokat az alkotókat, akik valaha tagok voltak, de már nincsenek közöttünk.
Lerner Zsolt alpolgármester köszöntőjében kiemelte a művész és a tanár a városban betöltött kivételes szerepét. Összefogott a Szent István Király Múzeum, valamint a Székesfehérvár Művészetek Társasága, Művészek Társasága, ezen kívül pedig magángyűjteményekből, közgyűjteményekből szervezett Szűcs Erzsébet egy nagyszobású kiállítást. Ezt lehet látni, hogy milyen sokan vannak, tehát sok mindenki megérint M. Tóth István művészete és embersége. Ugye pedagógus is volt, nem csak művész. Mit köszönhetünk neki a fehérvári művészet? Többek között azt, hogy Székesfehérvárt megfestette. Én, hogyha egy kis saját élményt véltek be, az irodámnak a falán egy nagyméretű M. Tóth István kép látható. Szent István Gizellát és a koronázási bazilikát ábrázolja ez a festmény. Hát ez egy jó nagy festmény, úgyhogy sajnos ide nem lehetett kiállítani, nem lehetett elhozni. De én például minden nap büszkén és megtisztelve érzem magam, hogy minden nap nézhetem ezt a festményét. Árkövi Klára, M. Tóth István özvegye, meghatottan mondott köszönetet mindazoknak, akik ma is megbecsülik és éltetik a festőművész kultuszát. Rettenetesen boldog vagyok. Képzeljétek el, hogy most tanítványok jöttek az emléktáblához, és ott ők ma virágot helyeztek el, annak ellenére, hogy 19-én lesz a hivatalos koszorúzás ott az emléktáblánál, és ezúton is mindenkit szeretettel várok. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy ma is él ez az emlék. Hogyan lehet ezt megőrizni a hétköznapokon, hogy a hétköznap is ünnep legyen? Úgy lehet megőrizni, hogy az ő lénye olyan volt, hogy akiket tanított, még most is igen nagy szeretettel gondolnak rá, történeteket mesélnek el, és azt hiszem abból állította a Szűcs Erzsike össze, amit beküldtek kedves ismerősök történeteket. A tárlaton egy kézzel írott gondolatsora is rávilágít M. Tóth István példaértékű életére. Bármerre is jártam a világban, lélekben mindig itthon voltam, mert ezt a szeretetet, megbecsülést másutt nem éreztem. Összejártam fél Európát, de csak azért, hogy a világgal térjek haza. Túlzás nélkül állíthatom, imádom hazámat és a szülőföldemet. Csak azért mászkáltam a világban, hogy legyen hová hazatérnem, mert nem az a szülőföld, ahonnan elindulunk, hanem ahová hazatérünk. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!